Május 21-én megtartotta Soron következő közgyűlését Tatabánya város képviselőtestülete. Fontos kérdés volt a lakáskoncepció és a költségvetés módosítása is. Több hozzászólást indukált mondjuk a lakás Tatabánya lakáskoncepciója. Ez egy olyan tervezés, ami már hosszú ideje elindult, előremutató javaslatok szerepelnek ebben a koncepcióban, meg kell azonban jegyezni, hogy ezek tényleg csak koncepciók, tehát még nem részletesen kidolgozott tervek. Az MSZP-DK-PM együtt frakciója a költségvetés módosítást nem, a lakáskoncepciót viszont támogatta, ehhez két dolgot tettek hozzá. Az egyik az az aszbeszt helyzet, hiszen Tatabányán az iparosodott technológiával épült lakásokat aszbeszttel szigetelték, ez az aszbeszt jelen van még, ezekben a lakásokban el kellene távolítani. Az érzésem az az előterjesztők reagálása kapcsán, hogy ez a teendő közé felkerül, illetve mi még foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy Tatabányán a panel technológia, ami most már 30-40-50 éves, az hamarosan tennivalókat fog adni számunkra. Tehát nem csak arról van szó, hogy Tatabánya tulajdonában lévő 2100 lakással mit kell tennünk, hanem mit kell tennünk Tatabánya lakásaival. Az LMP nemmel szavazott a költségvetési tervezet módosítására, és a lakáskoncepcióval sem ért egyet Körtvéy Fájmenyhért. Az LMP álláspontja szerint a koncepció alapvető hiányossága, hogy alaptézisként nem kerül megfogalmazásra az, hogy Tatabánya városa igyekszik megteremteni a lehetőséget minden szociálisan rászorult lakos számára az emberi lakhatáshoz méltó feltételekhez. Véleményünk szerint ez az elsődleges küldetés, elsődleges célja a tatabányai bérlakásállomány felhasználásának. Az említett kérdéseken kívül évértékelők is elhangzottak a rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat részéről. Mindkét területen jó eredményekről számoltak be az illetékesek.